Megyénkben január 1-től 128 tűzesetet regisztráltak. Ebből 70 eset lakástűz volt, melyek közül egy halálesettel végződött, és több alkalommal személysérülés is történt, mondta el televíziónknak Leskovics Zoltán, tűzoltósági főfelügyelő. Hozzátette, még mindig sokan veszítik életüket a dohányzás miatt keletkező tűzben, sok esetben pedig elektromos zálat okozza a bajt. Szeretnénk főhívni az emberek figyelmét arra, hogy a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport az idősebb, 60 év fölötti, egyedülálló, rendszerint valamilyen betegséggel küzdő személyeknél figyeljünk oda. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezek a figyelmet megkapják ezek az emberek, hiszen náluk a legnagyobb a kockázat, hogy bekövetkezik valamilyen lakástűz. Nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek lennének a háztartásokban keletkező tűzesetek. A lakástüzek legnagyobb részének keletkezési oka a konyhában végzett tevékenységek, a sütés, főzés, az elektromos eszközök, valamint a nyílt láng. Mindezek gyújtóforrásként szolgálhatnak a lakástüzek kialakulásában. A nyílt lángnál különös figyelmet kell fordítani például a gyertyák használatára, rendszerint arra, hogy nem éghető anyag alátét kerüljön a gyertyák alá, az ékető anyagokat távolítsuk el a környezetből, tüzelőfűtő berendezéseknél felhívnánk a figyelmet arra, hogy ezek csak is kifogástalan állapotú és rendszeresített berendezések lehetnek, felülvizsgálatokra, amennyiben ezek előírt felülvizsgálata kötelezettek, akkor ez történjen meg. Amennyiben elektromos berendezéseinknél túlmelegedést vagy rendellenes működést tapasztalunk, azonnal húzzuk ki a konnektorból az eszközt. Hívja fel a figyelmet Leskovics Zoltán. Hozzátette, ne terheljük túl a hosszabbítókat, és lehetőleg földelt elosztókat használjunk. Az elektromos fűtő részeket ne takarjuk le, ne tegyük közel éghető anyagból készült tárgyainkhoz. Ha elutazunk, vagy hosszabb időre vagyunk távol otthonunktól, akkor figyeljünk arra, hogy semmit ne hagyjunk áram alatt, vagy konnektorba dugva. Bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalunk, haladéktalanul tárcsázzuk a 112-es segélyhívó számot.